szépség, az értékállóság és a használhatóságot harmóniában kell tartani. Amikor az ember rekonstruál, akkor alapvetően mindig azt szeretné létrehozni, ami oda született. Több szakterületet kell ilyenkor átgondolni. Ezek a szakterületek a restaurálás, ami azt jelenti, hogy egy régi, szép műtárgynak újra életbe hozása, az a fajta szépség, amit eredetileg is képviselt, a korának, a méltóságának a megtartása, ezt mind-mind használhatósági szempontból, annak is a figyelembevételével újra életbe helyezni, a helyére helyezni, hogy mások is csodálhassák. Van, amikor többre is szükség van, ilyenkor le kell másolni, ezek ilyen replika készítések. A replikának az az érdekessége, hogy úgy kell kinéznie, mintha eredeti lenne, de mindezt valahol a belső szerkezetében és annak a létrehozásában egy mai technológiát igénybe véve kell tudni beilleszteni a többi maga korát megmutató tárgy közé. A csillárosok, akik egy idő után kialakult egy szakma ebből, nem kifejezetten egy szakágat fognak össze, hanem amikor egy lámpát megterveztek, a régiek is, már többfajta módon öntésből, lemez fémnyomásból, a üvegeknek a felhasználásával olyan komplex, szép műtárgyakat tudtak létrehozni, amiért máig az ember csak csodálni tud. Pontosan meg kell tudnunk fogalmazni egy adott lámpának a formavilágát. A formavilágot nem pusztán abból kell tudnunk látni, hogy milyen stílusú, hanem az a korszak, amiben született az a lámpatest, mire alkotta meg, tehát milyen feladatra alkotta meg azt a lámpát, és ezek sok esetben, ahogy a történet figyeljük, az elmúlt 150-200 évben olyan fajta technológiai fejlődési torlódás van, ami vegyes lámpáknak az elkészítéséhez adott módot vagy lehetőséget. Ilyen lámpatest például a mellettem lévő Kovács Voltvas lámpatest is, aminek látjuk, hogy felfelé néző karjai, azok eredetileg olajmécses és gázizzó kiszolgálására lettek alkalmasak. Amikor rajta dolgoztunk, akkor a belső szerkezetéből láttuk azt, hogy ez az alak és ez a test, ez gázlámpának a formájában készült, de már elektromos lámpatestet csináltak belőle, mivel lefelé a néző függeszték részében már elektromosságot terveztek, és a többi karjába is, már nem a 800-as évek vége felé használt gázizzókat tették be, és a gázcsapokat, hanem elektromos táplálást kapott, tehát pusztán csak kinézetében vegyes szerkezetű. Az előbb említett technológia felismerhető a dégi csillárok közül a sárgaléz öntvény csilláron, ami egy csodálatos olajmécsesnek a szerkezetére épült, karos változatban, egy tömör öntvény, közel 35-40 kilós öntvény csoda, olyan láncemekkel, amely láncemekben az összefűzést, azt a gravitáció tartja meg, tehát nem zárt láncemek, hanem a eredeti stílusában kígyók tekeregnek végig le a láncon keresztül,
egy-egy gyűrűbe bebújva, és ezáltal ez a sok-sok kis kígyó tartja egyben a láncon ezt az olajmécsest. Az olajmécsesnek a teste az már nem erre szolgál, hanem csak látványban szolgálja ki ezt a kinézetet, hanem a karok, a flamand szerkezetű karok adják a világítási formát, amik eredetileg gyertyásnak készültek, de onnan tudjuk, hogy elektromosságra használták, hogy furatokat épített be a gyártó. Így nekünk arra kellett odafigyelni, hogy a régi koroknak megfelelő lámpákat úgy tudjuk vagy restaurálni, vagy rekonstruálni, hogy a megfelelőképpen cserélhető fényforrásokat tudják a felhasználók beletenni. Ami még érdekessége volt ennek a csillárnak, hogy a felülete az nagyon szépen megőrizték a felületét, tehát nem voltak rajta sem savas marások, sem semmi olyan károsodás, amit valahogy orvosolnunk kellett volna a visszapótlással, vagy annak a tisztításával. Nagyon szépen egy rongyos felület tisztításával visszakaptuk az eredeti színét a lámpatestnek. Érdekessége még ennek a lámpatestnek, hogy a láncemei azok nem szállíthatók, hanem a helyszínen összerakhatók. Súlyánál fogva is sérülékeny lenne ez a lámpatest, mert egy lógásban teljesen más erőhatások vonatkoznak egy ilyen lámpatestre, mint hogyha az ember szállítja. Nem viselné el a lámpateszt szerkezet, mint ahogy régi lámpateszt szerkezetek sem viselték volna el azt, hogy egyben szállítsák őket, mindig a legtöbbet a helyszínen rakták össze, és ott helyezték üzembe. Ezért is sérül sajnos sok olyan lámpatest, amelyet egységben próbálnak ma a régiségboltokból kaloda nélkül szállítani, mert ezt nem gondolta a gyártó, hogy így fognak hozzáállni az ő lámpatestéhez. Régi kastélyban a rekonstruált lámpák azok a Sándor teremben és a kávézóban lesznek elhelyezve, ez a kovácsolt vas lámpatest pedig az előtérben lesz felakasztva.